Szép estét kívánok, elérkezett Gyöngyös Ma című műsorunk. A jó idő egyre többeket csábít fel a Mátrába és ezen belül Sástóra is, és mint minden területnek az ország legmagasabban fekvő tavának területén is szükség van karbantartásra, fejlődése, erről fog szólni a műsorunk első része, Vendégen pedig Baranyi Tünde, turisztikai munkatárs. Szia Tündi, jó estét kívánok! Szia, sziasztok, jó estét kívánok! Legutóbb azt hiszem a múlt héten számoltunk be róla, hogy zúzott kövek érkeztek a területre. Mesélj egy picit erről, hogy mi indokolta a köveknek a szállítását, hova kerültek. Így van, a téli időszakban elég saras a híd és a kilátó közötti szakasz, úgyhogy itt kellett pótolni, nagyon szépen megújultak a sástói sétányok, tanúsvények, jól járhatóak ezáltal, hogy ezek az úzott kavicsok kövek oda kerültek. Úgyhogy minden látogatót szeretettel várunk, hogy nézze meg. Biztonságos a közlekedés, szépen felújították, megújult. Ez, ez egészen a, a kilátóig tart, egészen ugye? Egészen a kilátóig megy, így van. így van. Most véget ért a téli szezon, készültök ti is a fő szezonra. Mit jelent pontosan ez a készülés nálatok? A turisztikai központban az érdeklődőket és a látogatókat új minőségi, márkás kerámi ajándékokkal várjuk, ezek kézműves termékek, vannak hűtőmágneseink, újdonságokat próbálunk becsempészni oda a turisztikai központ falai közé. Ezen kívül ugye készülünk, készülünk a szezonra, nem sokára lesz csónakázás, tehát ahogy jön a jó idő, ki fogjuk nyitni a csónakokat, nyáron szeretnénk újra tábort tervezni, szeretnénk újra a gyerekekkel közösen élményeket biztosítani a nyári időszakban, úgyhogy ezek még most egyelőre, amik tervbe vannak, de emellett még szerintem számtalan program lehetőség lesz majd Sástón, amivel a turisztikai központban információt fognak kapni a látogatók. Tehát gőzerővel készültök, beszéljünk egy picit ezekről részletesebben, említetted ezeket a szuveníreket, ezek mennyire nagy érdeklődést kapnak, mennyire viszik ezeket? Most a március 15-i hétvégén tettük ki a turisztikai központba, most kezdenek ismerkedni vele. Kerámia, tálak, bögrék, hűtőmágnesek, tehát komplet szettet is lehet vásárolni. Én úgy gondolom, hogy sástós felirattal egy gyönyörű ajándék lehet bárkinek nagyon szépek, egyediek, mindenkinek szeretettel ajánlom. Most a hétvégén is árultunk már belőle, mert rengetegen voltak, hál' Istennek, sáston, gyönyörű idő volt, úgyhogy mindenki kihasználta ezt a hosszú hétvégét, és nagyon-nagyon magas volt a látogatottság. A kilátó látogatottsága is tehát rekordszinten volt ezekben a napokban. Ezt mit jelent pontosan egyébként, hogy rekordszintén körülbelüli számot lehet mondani? Hát a, látogató, a, a, felnőtt látogatók száma kb. több mint száz fő volt, úgyhogy voltak gyerekek, volt csoportok, nagyon-nagyon-nagyon népszerű továbbiak, és a, a sástói kilátó, tehát a maga különlegességével, egyediségével vonza a látogatókat. A hétvégén elindult már a libegő is, ő is ö, azt is ö, a látogatók nagy szeretettel választják, ezért is jönnek sástóra. És hát maga, maga a hely bája, varázsa, tavaszi ébredése egy olyan hangulatot kelt, amiért úgy gondolom, hogy érdemes ellátogatni. A sástói kilátóról már több műsorunkban beszámoltunk uh -huh. veled is, többször beszélgettünk Ilyen. róla. Mit ajánlasz annak, aki egy picit tériszonyos azért annak is érdemes esetleg felmennie valameddig? Az első szintig nyugodtan felmehet, az nem egy annyira magas magas ö, ö, részt, hogy, hogy, bármilyen problémát okozhasson. Hát bizony a negyedik emeletig már azért az, az, az nagyon magas, az már madár csak az menjen föl, aki bátor és, és nem tériszonyos. De az első emeletig nyugodtan. Korábban beszélgettünk arról, hogy voltak azért különleges megkeresések, hogy napfelkeltét, napnyugtát is szeretnék onnan nézni. Erre is továbbra is van lehetőség? Hogy ne? Hát a nap felkeltére arra igazándiból nincs lehetőség, mert a kilátó nyitvatartása 9 óra 30-tól nyit ki, tehát a, viszont a napnyugtára a nyári időszakban hosszú nyitvatartás miatt igen, van lehetőség. Tehát akkor az érzékelhető, hogy mondjuk abban az időszakban többen mennek, vagy kifejezetten azok mennek, akik a, a naplementét szeretnék megtekinteni? Olyan is van, a. olyan is van, aki a naplementét szeretné megtekinteni, de a osztálykirándulások, csoportok, látogatása a májustól terjedő időszakban egészen szeptemberig nagyon jelentős. Kimondottan ezért jönnek sástóra, hogy a kilátót megnézzék. És akkor, hogyha már a diákokról beszélgetünk, akkor egy picit részletesebben a nyári táborról, ugye minden évben megszervezitek, még csak március van, mi az, amit már lehet tudni róla? Hát én úgy gondolom, hogy a júliusi időpontra lesznek megint, két turnus biztosan indítva lesz. Ha nagyobb érdeklődés van, le, valószínűleg lehet három turnust is indítani. Azt a korosztályt fogjuk várni, akik, akiket tavaly, tehát ugyanúgy a, a, a 8-tól 14 éves korig, programokba lehet, hogy még színesítünk, lehet, hogy változtatunk róla, bár a tavaly is nagyon jól sikerült, nagyon jól érezték magukat a gyerekek. gyerekek Úgyhogy még lehet, hogy színesítünk a programokon, kibővítjük más ajánlatokkal, túrákkal. Mik azok a programok, amik úgy gondolod, hogy benne lesznek, illetve hol kapnak majd információt, hogyha már meglesznek a tábornak például a pontos dátumai? Hát a, a, ha meglesznek a pontos dátumok, akkor a turisztikai központban kapnak információt, ezen kívül a turisztikai központ Facebook oldalán lesz kommunikálva a pontos időpont, program, lehetőség, vagy pedig... Eljutatunk az iskolákba is szóróanyagokat, plakátokat, amin lehetőség lesz információt kapni. Mik azok a programok, amik úgy gondolod, hogy benne lesznek idén is a terpen? Szerintem, amit tavaly nagyon jól sikerült, és biztos, hogy bele kellene tenni, az például az ijászkodás, az egy nagyon jó program volt, nagyon szerették a gyerekek, a számháború, az is, az is egy olyan jó kis bújócska volt ott a sástói réten. A csónakázást nagyon szerették, a kilátó látogatást, tehát ezeket mindenképpen, ezen kívül lehet túrát, túrákat szervezni, még a, a, egyéb kilátókhoz is, amik a, ott a környékben vannak, kozmári kilátó, tehát nagyon sok lehetőség van még, amit, amit ki lehet használni a Igazi felfedezés lesz, Tündi, nagyon jó szezonra készülődést kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél Én is köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm.